Mészáros Attila Tóváros önkormányzati képviselőjeként sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az idei évben a Sára Gyula program keretében két fontos járda felújítás is megvalósul az ötös választókörzetben. Hosszú tér 14 és 38 közötti páros oldali házak előtti járdaszakasz, mint egy 180 méter hosszan 430 négyzetméternyi járda felület újul meg. Nem csak egy kopó réteget cserélünk, hanem 15 centi zúzalékot és 10 centi CKT alapot is a kivitelező cég majd az aszfalt burkolat alá tesz, hogy stabil és tartós legyen. Ezzel rövidesen befejeződik a tóvárosi lakónegyed járdáinak és útjainak teljes felújítása. 2019-ben a páratlan oldali járdaszakasz újult meg, illetve a tavalyi évben a teljes útburkolat a kerékvetőkkel és a járdákkal együtt. A másik járdaszakasz pedig a toronysor 1-2 előtti járdaszakasz. Ez egy 60 méter hosszan 180 négyzetméternyi járda fog megújulni hasonló módon CKT alappal, illetve zuzalékkal, hogy ott is biztos legyen, és hát nyilván szeretnénk, hogyha minden évben tudnánk néhány járdaszakaszt megújítani, hogy még komfortosabb legyen itt a tóvárosban élőknek a mindennapjaik. A két járdaszakasz felújítása mintegy 30 millió forintba került a különböző árváltozásoknak köszönhetően.